Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeretném megköszönni, hogy mai nap is ilyen sokan itt vannak. Külön szeretném megköszönni a felvonulóknak. Én úgy emlékszem, hogy ilyen sokan még nem vonultak fel. Úgyhogy a három kis vonat, a veteránautók, a kamionok, a traktorok, a lovasok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen sokan eljöttek. És azt nagyon sokan segítettek bennünket a mai rendezvényen, úgy, mint máskor. Ugye itt kezdhetném felsorolni egész a közmunkásoktól, a konyhásokig, a önkormányzati dolgozókig, a faluház dolgozóig, és önöket, akik civilként is itt voltak és segítették rendezvényünket. Itt külön szeretném megköszönni majd a palacsintasütő csapatnak, meg a csirkeszárnyasoknak, ugye, biztos önállak lesz a sor, a vadásztársaságnak, a Buzsák és Somogyét alapítványnak, a térségi konyhának, és különösen a német csapatunknak és a svájciaknak, akik a rattelsajtot és a kolbást sütik nekünk. Meg természetesen azoknak, akik fellépnek, és ugye sokszor mondtam, nem csak a 10 perc a fellépés ideje, amit időt szánnak rá, hanem sok-sok délután, este, amit próbálva töltenek. De köszönjük minden fellépő együttesnek, és köszönöm azt, hogy Buzsákon ilyen szép számmal összejöttek megint, és a buzsákiakat segítette Szörösgyörök, mondhatom, testvértelepülésünk a felvonulással, és itt van a másik testvértelepülésünk Horvátországból, Veliki Györgyevác, akinek a polgármestere most ballag ide hozzánk, ő is köszönteni fogja önöket. Hát egész nap jó idő volt, egy kicsit most szomorkás lett, de én úgy gondolom, nem lesz eső, ki fog tartani estig, és ha vége a fellépésnek műsoroknak, kérném, hogy mindenki fáradjon oda, egy kis vacsorára, egy kis kóstolóval, egy kis uzsonnával mindenkit vendégül látunk. Itt megkérném azért, tegyenek türelemmel, mert nem mindenki gyakorolt szakács. A palacsinta se tud egyszerre több száz megsűrni, vagy csirkecom se. Úgyhogy szépen lassan majd mindenkinek jut, reméljük nekem is a végére. És a legvégén pedig a Froyever zenekar fog ma este játszani nekünk. Ő kívánom, hogy önök jöjjenek vissza, és táncoljanak egy jót. A sátorponyvák lehetnek engedve, esett az eső, jó idő lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki jó fogja érezni magát. Én még egyszer megköszönném az elmúlt 5 évet is önöknek, azt, hogy bizalommal voltak irántam, azt mindenki tudja, hogy jövőn a 13-án választások lesznek, és majd önök eldöntik, hogy ki lesz a következő itt a színpadon. Köszönöm szépen önök sok segítséget, és köszönöm azt, hogy itt voltak, és pedig átadnám azt, hogy testvértelepülésünk polgármesterének, Marián Dautanac úrnak. Köszönöm szépen! Pozdrav svima iz Velikog Gržovca. Drago nam je da i ove godine sudjelujemo na ovako lijepoj manifestaciji, kao što je ova u Bužaku. Zahvaljujem načelniku Lajošu, svima vama, što nas uvijek primate kao dobre goste. Szép üdvözlet, Veliki Györgyevácból. Megköszönjük, hogy mint az előző években mindig lehetővé tették, hogy részt vegyünk ezen a szép manifestáción, rendezvényen, és tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönöm polgármester úrnak, Lajosnak is, hogy meghívott bennünket. Ja moram reći da je suradnja između općine Bužak i općine Veliki Gržovac u Hrvatskoj jako dobra i da se odvija nekoliko godina i da smo ove godine kandidirali jedan zajednički projekat i gdje smo već dobili zeleno svjetlo, zapravo odobrenje tog našeg projekta, koje ćemo zajedno iskoristiti na dobrobit i stanovnika Bužaka i stanovnika općine Velike Gržovac. El kell mondanom önöknek, hogy Veliki Gördjevác község és Buzsák község között kitűnő a kapcsolat, baráti munkakapcsolat, stb. És szeretném bejelenteni önök felé, hogy a két település ebben az évben közös pályázatot nyújtott be Európai Uniós pályázat keretében, és úgy néz ki, ugye ez Horvátországban kerül elbírálásra, mi vagyunk a gesztorai,
és úgy néz ki, az első visszajelzés megjött, hogy zöld jelzést kapott a pályázatunk, tehát minden reményünk megvan arra, hogy ez a pályázat, ennek a pályázatnak révén kapcsán mind Veliki Györgyevác település, mind Buzsák község polgárai jobbítására szolgáló anyagi támogatásban részesülünk az Európai Unió részéről. Ja moram reći da ovakve suradnje, dobre suradnje ne bi bilo da nemamo prijatelje, ljude koji na tome puno rade. Ja bi se ovom prilikom zahvalio Tiboru Čuču koji nam ovdje pomaže na ovoj suradnji, na međusobnoj komunikaciji, i zahvalio bi se načelniku općine Lajošu Kari, bez kojega isto tako suradnja ova ne bi bila moguća, pogotovo ne u ovom dijelu turizma, gospodarstva i sporta. Ja se nadam da će, pošto su kod vas ti lokalni izbori, sigurno se većina glasača odlučiti da glasaju za one za koje misle da će biti najbolji i da naša suradnja, evo i u ovom dijelu, bude bolja i bude barem ovaka kako je bila do sada. Hvala vam lijepo. Polgármester úr azzal folytatta, hogy úgy gondolja, hogy az a kapcsolat és ez a jó viszony nem jöhetett volna létre olyan személyek közreműködése nélkül, mint jó magam és polgármester úr Kara Lajos személye, akik a kapcsolatok minden területén, akár a sport, a kulturális, a gazdasági, folytatották az intézmények közötti kapcsolatokat, segítette, lehetővé tette a munkát, és éppen azért azt mondja a polgármester úr, hogy úgy gondolja, hogy a falu vezetése jó kezekben van polgármester úr személyében. Tudja, hogy rövidesen választások lesznek itt Magyarországon, helyhatósági választások nyilván, önök a belátásuk szerint döntenek, de ezt a jó kapcsolatot folytatni kell a jövőben, és a folytonosság teszi ezt lehetővé. Köszönjük szépen a figyelmet! Szimbolikus ajándékot szeretne átadni polgármester úrnak Veliki Györgyevác részéről. Kaptunk el egy nagyon szép csomagot. Valamelyik este majd jó lesz, majd választások után megkóstoljuk. Úgyhogy aki ott lesz, az a mindenkivel. Köszönöm szépen polgármesternek jó szavait. Be kell jelentenem, hogy előbb hibáztam egyet. A Frohjever zenekar tavaly volt, az idén a Jumbo zenekar lesz. Úgyhogy ezt várják majd ma este. És köszönöm szépen mindenkinek, és jó szórakozást továbbra is. Köszönjük.